Köszöntöm a kedves nézőket! Ez itt a Speranza Reménység Televízió magyar adás ideje. Úgy, ahogy azt már tegnap bejelentettem, egy héten át minden este lehetőségünk lesz részt venni az év végi imahéten. Hálás szívvel fordulhatunk Istenhez minden este az eltelt év minden egyes pillanatáért, legyen az jó, vagy kevésbé jó. Az imahét keretében estéről estére Isten egyik fontos hozzánk küldött végidei üzenetével fogunk foglalkozni, a hármas angyali üzenettel. A Jelenések könyve 14. fejezetében olvassunk Isten fontos figyelmeztetéséről, amit három angyal közöl. A hetednapi adventista egyház hiszi és vallja, hogy ez az üzenet nagy fontossággal bír, benne elrejtve a Biblia tanításának néhány kimagasló üzenetét jelenkorunkra. Így olvassuk ezt az üzenetet a Jelenések könyve 14. fejezetéből. És látték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent és neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. És más angyal követté azt mondván, leomlott, leomlott Babilon, a nagyváros, mert az ő paráznasságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követi azokat mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt, és az ő kínlódásunknak füstje felmegy örökkön öröké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat, és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ezen a héten erről az üzenetről fogunk hallani estéről estére. Ugyanakkor a gyerekek számára is készítettünk minden estére történetet, és mindenki számára egy-egy érdekes könyvet szeretnénk bemutatni. Ma este Bala Loránd lelkipásztor, a hetednapi adventista egyház Román Uniójának etnikai és kiadványok ügyosztály igazgatóját hallhatjuk, aki a hármas angyali üzenet bevezetésével fog foglalkozni. Áldott estét kívánok mindannyiuk számára! Szólj hozzánk, kedves hang!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Izgalmas és fontos témakört tanulmányozunk a 2021-es imahét során. Soha nem fordult még elő, hogy ilyen világrengető események ilyen rövid idő alatt így egybeessenek, és az élet szinte minden egyes területét ilyen gyorsan és drámai módon befolyásolják. Elképzelések szerint valami elképesztő dolog fog történni, de a jövőre vonatkozó előrejelzések nagyon homályosak és bizonytalanok. Ha valamikor időszerű volt a hetednapi adventisták számára az, hogy a Szentlélek által ihletett bátorsággal hirdessék a Jelenés 14. fejezetében található hármas angyal üzenetet, annak az ideje most van. Azt az üzenetet kaptuk Isten prófétanőjén keresztül, hogy nincs olyan fontos munka, mint ennek az utolsó figyelmeztetésnek a hirdetése a pusztuló világ számára. A hetednapi adventista egyház egy profétai mozgalom, amelyet Isten támasztott földünk történelmének egy bizonyos pontján, hogy egy különleges és fontos üzenetet hirdessen, amelynek csak most van aktualitása. Mégpedig a Jelenések könyvének hármas angyali üzenetét bízta reánk. Most van itt annak az ideje, hogy tanulmányozzuk ezt az üzenetet, hogy nyitott szívvel imádkozzunk az Isten vezetéséért, hogy teljesen rábízzuk magunkat, és ezt mondjuk: igen, elmegyek, bevállalom, hogy elmegyek, hogy hirdessem a hármas angyali üzenetet. Isten közvetlenül a vég előtt küldi ezt a figyelmeztető üzenetét, amit szimbolikusan három az égen repülő üzenetet közvetítő angyal jelenít meg. A görög angelos szó azt jelenti, hogy követ. A Jelenések könyvében található bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a három angyal Isten népét jelképezi. Az Úr rájuk bízta a végidei üzenetet, a végidei üzenet hirdetését a világon. Az itt bemutatott angyalok elsősorban Isten földi hirdökeit jelképezi, azokat az embereket, akik megbízatásuknak érzik ennek az üzenetnek a hirdetését, ennek az üzenetnek az átadását. Isten az evangélium hirdetés munkáját a maga kezébe is vehette volna, az angyalok lengyére is bízhatta volna, de mégis úgy döntött, mégis úgy határozott, hogy esendő és megváltozott, törékeny, de általa kincseket megajándékozott emberekkel tegyék ezt embertársaikért. A három angyal, azaz jelképezésükben a végidő keresztényei, mint Isten angelosai, vagyis mint Isten követei, három végső üzenettel fordulnak az emberiséghez. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy Isten hatalmas mennyei angyalokat bízott meg, hogy ügyeljenek arra, hogy az üzenet, ez a fontos üzenet jusson el minden nemzetséghez, minden ágazathoz, minden nyelvhez és minden néphez. Isten prófétanője Ellen White a Tapasztalatok és Látomások című könyvéből megjegyzem és idézem azt, hogy majd hallottam, amint egy angyal fennhangon ezt kiáltotta: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Az angyal szavával egyidejűleg hallható volt az ő hangjuk is, vagyis az angyalok hangja is, mondja prófétanő.
És az angyalok ezt mondták, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött, elközelgett az ő ítéletének órája. A hármas angyal üzenetnek az a rendeltetése, hogy előkészítse az emberek szívében azt a választást és azt a döntést, amit mindenkinek meg kell hoznia Isten mellett vagy Isten ellen. Hogy a mindenhatót imádja, vagy az idegen isteneket fogja imádni. A valóságban nem Jézus hoz valamilyen önkényes döntést. Maga az ember dönti el, hova akar tartozni. Jézus Krisztus csak elfogadja ezeket az emberi döntéseket, és a kegyelem idő lezárásakor véglegesíti, és változhatatlanná nyilvánítja ki. A hetednapi ünneplő adventista egyház egyik azonossági igéjének tartja a hármas angyali üzenetet, amit Jelenések könyve 14. fejezetében fedezünk fel. Az első angyal az örökkévaló evangéliumra, a hiteles bibliai jó hírre alapozva szólítja meg az emberiséget, és a jelenkori világ érzékeny pontjaira tapint. Úgy kezdődik, hogy féljétek az Istent. Egy külsődleges vallásoskodásba merülő világnak az istenfélelem szükségességét hirdeti. Az istenfélelem az igazán értékes, komoly hitet, őszinte hitet jelenti. Az istenfélelem a rossz gyűlölése, vagyis nem elégszik meg a jó elismerésével, hanem a rosszal való radikális szembefordulást valósítja meg. A világ az istenfélelmet alapjában nélkülözi. Nem Istentől kell félni, hanem Istent kell félni. Az eredeti görögben az istenfélelemnek megfelelő szó, az az euszébia, valami jó félelmet jelent, mint amikor egy szép táj, csodálatos alkotás láttán összeborzongunk. Szemben áll ez a rossz félelemmel, ami a vétkeink miatt kerített hatalmába bennünket. Féljétek az Istent, és folytatja az angyal, néki adjatok dicsőséget. Így folytatódik az első angyal üzenete, mely az Isten félelemre építve az Isten dicsőítésre szólít fel bennünket, és nem a harsány, ovációs, ilyen karizmatikus lelkendezésre, hanem az értelem és a szív engedelmességére. Egy olyan korban, amelyben az ember dicsőítés a leggyorsabban terjedő betegség és ragály. Az önimádat társadalmát éljük. És ez hitet vagy szeretetet, s velük együtt szinte minden jót kizár. Féljétek az Istent, és adjatok néki dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Folytatódik tovább az üzenet, konkrétan rámutatva arra, amit a Jelenés 10. fejezet első versétől egészen a 11. fejezet második versig láthatunk, hogy Isten a történelem végórájának időpontját nem nyilatkoztatta ki. A végidő korszakának kezdetét azonban kinyilatkoztatta. Dániel 8.14-ben felfedezünk 2300 éves proféciát. Eszerint a jövendőlés szerint, mely Dániel 9. fejezet 25. versében, időpont meghatározása szerint időszámításunk előtt 457-ben vette kezdetét a 2300 éves profécia. 1844-ig tart, 1844-ben lejárt. És Jézus Krisztus valahogy esküvéssel erősítette meg Jelenések fejezet, 10. fejezet 6. Biblia versében, hogy több idő nincsen. És az emberi történelem legutolsó szakaszába érkeztünk. És imádjátok azt, aki teremtette az eget és a földet, és a tengert és a vizeknek a forrásait. Miközben a világ embereket és intézményeket imád, az üzenetnek ez a része Isten imádatára szólít fel. A 10 parancsolat 4. parancsolatára való visszahivatkozás jegyében imádatra, Isten imádatra szólít fel bennünket. A modern világ, világi hagyomány és élmény vallásosságával szemben Isten örök törvényének szent, sérthetetlen voltát hirdeti, mint az a parancsolat, amelyre visszautal.
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy, azon se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapidon belül van. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugodott, azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Az Istenünknek, mint teremtőnknek az imádására való felhívás egyértelmű felelősséget ró az emberekre, hogy megünnepeljék azt a napot, amely az ő teremtő tettét tiszteli. Ezt az üzenetet kaptuk a prófétanőn keresztül. A hűség nagy próbája a szombat lesz, mert az igazságnak különösen vitatott és érzékeny pontja. A végső próbatétel idején éles határvonal fog húzódni Isten szolgái és azok között, akik nem szolgálják őt. De Istennek, mint teremtőnek az imádata ennél sokkal többet jelent. El kell utasítani az élet eredetével kapcsolatos hamis elméleteket. Lehetetlen dolog például az evolúcióban hinni, ugyanakkor azt mondani, hogy Isten az ég és a föld teremtője. A két elképzelés nem keverhető össze egymással. Továbbá az evolúció elmélete része a spiritizmusnak, mivel a spiritizmus azt tanítja, hogy az ember egy fejlődő teremtmény, akinek születése óta az a rendeltetése, hogy fejlődjék az istenség felé egészen az örökké valóságig. A második angyal üzenete így szól. Egy más angyal követi azt mondván, leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. Elesett a nagy Babilon, amely ördögök lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan madár, és minden tisztátalan és utálatos állat rejtek helyévé lett, mert féktelen paráznaságának borából ivott minden nemzet, vele paráználkodtak a föld királyai, és eldőzsült javaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői. És hallottam, hogy egy másik hang szól az égből, menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és hogy a rámért csapások ne érjenek titeket. Mert bűnei felhalmozódtak az égig, és megemlékezett Isten az ő gonoszságairól. Még így van körülírva Babilon jelenések könyvében. A második angyal üzenete nem Istenről szól, legalábbis nem közvetlenül, hanem Isten ellenségéről szól, Babilonról. Ki és mi Babilon? Jelenések könyvének írása idején Babilon romváros volt, épp úgy, mint Jeruzsálem is. Mindkét város szimbolikus értelemben fordul elő a könyvben. Benne mindig az Isten ellen lázadó ember elbizakodottságának megtestesítőjét látjuk. A Babilon szó két dolgot takar. A Bábel torony építését elsősorban, ekkor az emberek fellázadtak Isten ellen, amint tudjuk, nem hitték az ígéretét, Istennek az ígéretét, hogy nem lesz többé özönvíz. Ehhez olyan magas tornyot akartak építeni, ami ellenáll a legmagasabb vízáradatnak is. Ott van a másik Babilon, az ókori Babilon, ami Nabukodonozor király idejében volt a csúcsponton. Legyőzték Isten népét, és rabságba hurcolták Isten népét, Dánielt is, és társait is. Lerombolták a templomot, és a templom kincseit Babilonba vitték. Ezek a történetek mutatják Babilonnak a lényegét, a természetét. Az Ószövetségben Babilon óriási, ősi birodalom volt. A jelenések könyve a végidei Babilonra vonatkozó jellemzők nagy részét közvetlenül ettől az ószövetségi Babilontól kölcsönzi. És így jellemzi a nagy parázna, ördögök lakóhelye, fényűzően díszített, uralkodni fog a föld felett, megtámadta Isten népét, a nemzetek isznak a borából, csodákat tesz, majd elesett Babilonnak nevezi, és Isten népének azt mondja, menjetek ki belőle. Az ókori Babilonhoz, ehhez a hatalmas vallás és politikai hatalomhoz hasonlóan a modern Babilon is Isten ellen szegül, és üldözi az ő népét. Azzal a különbséggel,
hogy a vég felé közeledve ez a helyzet csak romlani és romlani fog. Amiként Isten Jeruzsálemet választotta, hogy eszköze legyen akarata és szándéka végrehajtásában, aképpen Sátán Bábelt választotta földi székhelyéül. Annak tevékenységét igyekezett kiterjeszteni az egész föld színére. Ebben az értelemben a régi időkben ez a két város képviselte a jó és a gonosz között végbe menő küzdelmet. Az ősi Babilonnak a bukása óta pedig Sátán szüntelenül arra törekszik és fáradozik, hogy kiválasszon egy olyan politikai és egy olyan vallási hatalmat, amelyen keresztül uralma alá tudja hajtani a föld lakosságát. Babilon azoknak az egyházaknak a szövetsége, amely Isten és népe ellen támad. Babilon azokból az egyházakból tevődik össze, amelyek olyan teológiai tévedéseket hirdetnek, amelyeket a középkori egyháztól vettek át. És az ilyen emberek csúfolják és bántják azokat a keresztényeket, akik igyekeznek Isten akarata szerint élni. A legtöbb egyház például nem fogadja el a szombat igazságát, nem hisz Jézus közeli második eljövetelében, nem ismerik a halálról szóló bibliai tanítást, nem tudnak a mennyei szentélyről és az ítéletről. Ezek Isten előtt elestek. Természetesen van köztük sok jó indulatú ember, aki szereti és tiszteli Istent. A második angyal üzenetének egyik motivuma az Babilon paráznasságáról szól. Az Ószövetség ezzel szimbolizálja az Isten és az ő igazsága elleni hűtlenséget. A proféták egy tiszta nő időnként mennyasszony képével mutatták be az ősi Izraelt, amikor hűségesek voltak Istenhez. De ha hűtlenek voltak, ha hitehagyásba süllyedtek, a proféták egy másik képet használtak, a bujálkodást, a paráznasságot. Ezékiel azzal vádolta például Jeruzsálemet, hogy paráználkodott az egyiptomiakkal, az asszírokkal, de még a káldeusok országával is. Láttad, hogy mit művelt az elpártolt Izrael, kérdezi Jeremiás proféta. Eljárt minden magas hegyre, minden zöldelő fa alá, és ott paráználkodott. A paráznaság képe ugyanerre utal most is. Hamis tanításokat az Istennel, valamint az ő igazságával szembeni hűtlenséget, amelyet a hamis tanítások elkerülhetetlenül magukkal vonzanak. Az elesett Babilon kiáltás is arra figyelmezteti az embereket, hogy a világ korrupt rendszerei nem győzhetnek, és nem fognak uralkodni. Még akkor sem, ha most minden az ellenkezőjére mutat. Elesett Babilon. Az ősi Babilon annak hamis tanításával, hibáival, üldözéseivel együtt valamikor legyőzhetetlennek tűnt. Talán a modern Babilon is annak tűnik. De hála Jézus Krisztusnak. Hála Jézus Krisztusnak és az ő győzelmének a kereszten. A bűn, a gonosz és a Sátán, a nagy küzdelem, a végidei Babilon, annak minden hatalmas tettével és tanítása örökre meg fog szűnni. És most hadd következzen a harmadik angyal. És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét veszi fel homlokára vagy kezére, az is hiszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharára, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásoknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Így szól a harmadik angyal. Az ősi Babilon, a modern Babilon. Na most itt van a központi kérdés, a lényeges kérdés, az imádat kérdése. A harmadik angyal üzenetében két imádkozó csoportot látunk bemutatva. Az egyik csoport a fenevadat imádja, miközben magára veszi annak bélyegét. Ez a csoport Isten ítélete alatt meg fog semmisülni. És a másik csoport Istent imádja. És ennek jeleként megtartja, tiszteletbe tartja parancsolatait. Ezek az emberek megszentelődnek, és ezek az emberek elnyerik az örök életet. Kedves barátaim, hamarosan el fog jönni az az idő, amikor az emberek kényszerítve lesznek arra, hogy imádják a fenevadat. A harmadik angyal azonban fel akarja készíteni az embereket erre az eseményre.
Egyrészt oly módon, hogy elmondja, mi lesz annak a következménye, ha engednek ennek a külső nyomásnak. Másrészt pedig azt mondja el, mi lesz a következménye annak, ha a Teremtő Istent választják és kitartanak mellette. Ezt az üzenetet nagy szóval kell hirdetni az emberek felé. Vagyis sürgető fontossággal kell elérjük tárni az embereknek az igazságot. Úgy, hogy minden embernek lehetősége legyen meghallani, felfogni és megérteni ezt az üzenetet. Az angyal figyelmeztetése Sátán három eszköze ellen irányul. Elsősorban a fenevad ellen, másodszorban annak kép ellen, és harmadsorban a bélyege ellen. A tengerből feljövött fenevad, akire az angyal üzenete utal, a Jelenések könyve 13. fejezete alapján 7 kijelentést által tudjuk beazonosítani. Elsősorban egyenlőnek tekinti magát Istennel, vagyis Istennek kiáró tiszteletet igényel és fogad el. A sárkány, vagyis a pogány római birodalom adta neki a királyi székét. Egy meghatározott ideig adatott neki hatalom. Ez alatt az idő alatt hadakozik az Istennek a szentjei ellen. Halálos sebet kap, de meggyógyul belőle. Világszéles befolyása van a nemzetek között, és nevének száma a 666. Az angyal üzenetének a másik célpontja nem csak a fenevad, hanem a fenevadnak a képe. A fenevad képe a hamis és bukott vallásoknak egy olyan szervezetét jelképezi, amely Rómához hasonlóan erőszakkal akarja tantételeit elfogadtatni az emberekkel. Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvében azt mondja, hogy a fenevad képe a hitet hagyó protestantizmusnak azt a formáját ábrázolja, amely akkor alakul ki, amikor a protestáns egyházak dogmáik megtartásához a polgári hatalmak segítségét kérik. Az Egyesült Államok több mint 200 éven át a vallásszabadság fellegvára volt. A bibliai profécia szerint azonban eljön az az idő, amikor a vallásszabadság sérülni fog, és egy mozgalom úgy fogja irányítani a kormányt, hogy olyan törvényeket fog elfogadni, amelyek a hitehadott egyháznak kívánságait teljesíti. A harmadik eszköz, ami ellen az angyal szól, az a fenevadnak a bélyege. Isten adott egy jelt, aminek ismeretében leleplezhetjük az Isten ellenes törekvéseket, és elhatárolhatjuk magunkat tőle. Az a bizonyos bélyeg, ugyanis nem egyéb, mint a fenevad iránti engedelmesség megnyilatkozásának a külső jele. Amikor az ember elveti azt az ünnepet, amelyet Isten a maga hatalma jelének nevez, és helyette a Róma által választott hatalmi jelvényt tartja tiszteletben, ezáltal elfogadja Róma iránti hódolat jelét, a fenevad bélyegét. Ez azonban csak akkor lesz aktuális, amikor a kérdés világosan feltárul az emberek előtt, és választaniuk kell Isten törvénye és az emberi rendelések között. Aki ekkor is a törvényszegés mellett dönt, az felveszi a fenevad bélyegét. A fenevad bélyege a hamis istentiszteleti nap megtartása, olyan intézmény, amely világosan kifejezi a fenevadnak a hatalmát és az erejét. Az egyik egyház azzal kérkedik, hogy a hetednapi nyugalomnapot áthelyezte szombatról vasárnapra. Más egyházak azzal indokolják vasárnap ünneplésüket, hogy ez Jézus feltámadásának az emlékezete. Egyik kijelentés sem biblikus. Az egymást követő égi hírnökök bemutatása egyetlen összefüggő beszéd benyomását kelti, amelyet több hang közül ugyan, de egyazon Úrnak az akaratával összhangban hirdetik. Egységben dolgoznak ezek az angyalok, ezek a hírnökök. És a mi részünkről is erre az egységre van szükség. Ez egy nagyon komoly üzenet. Isten ígéje nem ad olyan tanácsot vagy utasítást a harmadik angyal üzenet híveinek, mely alapján úgy vélekedhetnének, hogy elkülönülhetnek népétől. Nem, egységben kell dolgozni. És ezt a kérdést mindörökre lezártnak tekinthetjük magunkban. A három angyal egységes üzenetet hirdet. Testvéreink, barátaink, amit ma tapasztalunk, az egy ébresztő felhívás, amely arra serkent, hogy figyeljünk Isten szavára, és legyünk készen arra, amit bekövetkezik. És csak akkor leszünk képesek bármit is elérni, ha teljesen Jézus Krisztusra és a Szentlélek erejére hagyatkozunk. Isten készít fel bennünket,
a késő eső kitöltetésére, amely alkalmassá tesz minket arra, hogy fennhangon hirdessük a három angyal életadó, megmentő üzenetét. Ma arra hívlak benneteket, hogy válaszoljunk Isten hívására. És a válaszunk a következő legyen. Igen, Uram, a te erőddel, a te hatalmaddal elmegyek. Elmegyek, hogy hirdessem a hármas angyal üzenetet. Bárhová küldesz, kész vagyok elmenni. Imádkozzunk egyet. Kegyelmes Istenünk, köszönjük szépen a jelenések könyvét. Köszönjük szépen a három angyalnak az üzenetét. Köszönjük hivatásunkat és küldetésünket. Köszönjük, hogy ilyen fontos üzenetet bíztál mireánk, hogy ezt az üzenetet átadjuk, mint a menny nagykövetei embertársainknak. Segítsél meg, hogy a lelked erejével bátran átadjuk ezt a létfontosságú üzenetet azért, hogy az igaz emberek kijöjjenek Babilonból, átadják életüket te néked, döntsenek te melletted, és várjanak megjelenni az ég felhőin. Köszönjük, hogy ezen az imahéten minden egyes imádságot meghallgatsz, és köszönjük, hogy te tőled jön az áldás, a hit, a reménység és a szeretet. Jézus által mondtunk imát. Amen.
hiába kiáltasz, mert minden szó hasztalan. Pedig ő tegnap is ma örökké ugyanaz. Ha minden elmúlik is, igéje megmarad, mert a világnak Sziasztok, kedves gyerekek! Örvendek, hogy ma este is találkozhatunk, és együtt hallgathatjuk meg Szép Orsolyát, aki a ma esti történetet fogja elmondani nekünk. Ez a történet Teodóra és Tánya kalandjáról szól, akik együtt sétáltak a parkban, ahol egy jó hírre találtak. Kíváncsiak vagytok, mi volt ez a jó hír? Ha igen, akkor gyertek, hallgassuk meg Szép Orsolyát és a történetet, amelynek az a címe, hogy Jó hír a parkban. Teodóra és Tánya nagyon jó barátnők voltak. Egy nap a lányok kissé unatkoztak. Sétáljunk egyet a parkban, javasolta Teodóra. El is indultak, és amikor odaértek, a park teljesen kihalt volt, leszámítva három fiút, akik köveket gyűjtöttek, amelyeket egy közeli csúszda tetejére hordtak. Mit csináltok ti itt? Kérdezte Teodóra a fiúktól. A fiúk, ahelyett, hogy válaszoltak volna, a kezükbe vették egy-egy követ, és megcírozták a lányokat. Teodóra ekkor bölcsességet kért Istentől. Valami rejtélyes oknál fogva, ahelyett, hogy elmenekült volna, Teodóra megkérdezte a fiúkat. Hogy hívnak titeket? A fiúk teljesen összezavarodtak. Ti nem féltek tőlünk? Kérdezte az egyik. Egy kicsit félünk, de megkértem Istent, hogy legyen velünk, válaszolta Teodóra. Ezeket hallva, ezek a verekedős fiúk egyenesen értetlenül álltak. Megváltak a lőszereiktől, és leszálltak a csúszdáról. Abban a pillanatban Teodóra egy hangot hallott, ami ezt súgta neki. Mesélj nekik Jézusról, meg fognak hallgatni. Körülnézett, és úgy tűnt, hogy Tánya is ugyanezt a hangot hallja, pedig senki nem volt a közelben. A három fiú odament a lányokhoz, bemutatkozott, és leültek beszélgetni. Nem sokkal később a lányok meséltek nekik Jézusról, és ők figyelmesen végighallgatták őket. A végén az egyik fiú megkérte a lányokat, hogy imádkozzanak, és amikor befejezték, a fiú is imádkozott, és kérte Jézust, hogy bocsásson meg neki. Ezután a lányok hazaindultak. Amikor hazaértek, Teodóra ezt mondta. Tánya, amikor a parkban voltunk, hallottam egy hangot, ami azt súgta nekem, hogy beszéljek a fiúknak Jézusról. Tánya szemei elkerekedtek a csodálkozástól. Én is pontosan ezt hallottam, kiáltott fel boldogan. A lányok ekkor letérdeltek, és megköszönték Istennek a lehetőséget, hogy megoszthatták a jó hírt valakivel. A Biblia legutolsó könyvében ezt olvashatjuk. Azután láttam egy másik angyalt, amely nagyon magasan repült. Nála volt az örökkévaló evangélium, hogy hirdesse a földön élőknek. A Biblia arra bátorít minket, hogy mondjuk el mindenkinek a jó hírt bárhol is vagyunk. De mi is ez a jó hír? A jó hír nem más, mint az, hogy Jézus nem sokára újra el fog jönni a földre, és elvisz minket a mennybe, hogy vele legyünk örökre.
Legyen az a célotok, és azért imádkozzatok, hogy álljatok készen megosztani ezt a jó hírt ti is másokkal, amikor eljön az erre megfelelő alkalom. Köszöntöm Önöket! Egy gondolkodó szerint a történelem sok szomorú dolgot juttat az ember eszébe, viszont a legszomorúbb az benne, hogy semmit sem tanultunk belőle. A történelem tanulságainak leszűrésében a legnagyobb tanulságot a Szentírás nyújthatja, de segítségünkre siet a könyv is, amelyet ma szeretnénk bemutatni. Ellen G. White a Nagy Küzdelem című könyve a világ történelmét mutatja be Jeruzsálem bukásától kezdve a teljes keresztény időszakon át. A könyv erőssége abban áll, hogy az egész történelmet bibliai megközelítésben tárgyalja, rávilágítva különböző folyamatokra és tendenciákra, amelyek nemzedékeken ívelnek át, és megmagyarázzák a világ mai helyzetét is. A bibliai megközelítés egy további hozadéka az, hogy a bemutatott eseményeket a bibliai jövendőlések segítségével tovább vezeti egészen Jézus eljöveteléig, rávilágítva a jó és a rossz közötti harcra. A szerző szavai szerint feltárni az igazság és téveigés közötti nagy küzdelem jeleneteit, leleplezni Sátán ármánykodását, és megmutatni, hogyan lehet neki eredményesen ellenállni, bemutatni a bűn problémájának megnyugtató megoldását, megvilágítva a bűn eredetét és végső elrendezését, hogy egyértelműen kitűnjék. Isten mindig igazságosan és jó akarattal bánik teremtményeivel, bemutatni törvényének szent és változatlan voltát, ez a könyv célja. Hogy befolyására lelkek szabaduljanak meg a sötétség hatalmából, és részesüljenek a szentek örökségében, a világosságban annak dicsőségére, aki szeretett bennünket, és önmagát adta érettünk. Ez a szerző buzgó imája. Kellemes időtöltést és áldott tapasztalatokat kívánok a könyv olvasása közben. Thank you.
Köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak. Isten tegye áldottá az elhangzott üzenetet. Szívleljük azt meg, és ha tehetik, estéről estére, az adások előtt olvassák el a három angyal üzenetét a Jelenések könyve 14. fejezetéből, hogy még jobban elmélyítsék az elhangzó üzenetet. Holnap este Pálffy Miklós lelkipásztor Isten szeretetteljes hívásáról fog üzenni. Várom Önöket holnap este is. A viszontlátásra! Yeah.